Egy éppen füvet nyíró helyi lakos sodort el, és gázolt halálra 2019-ben Kétyen egy ittasan és bedrogozva vezető férfi, aki a megengedett 50 helyett körülbelül 85 km/órával száguldozott a településen. A Bonyhádi Járásbíróság első fokon 5 év 8 hónapra ítélte a tolnai férfit, ezt azonban a szekszárdi törvényszék most másodfokon súlyosbította. Az ügyben több súlyosító körülmény is felmerült, az, hogy a vádlott több szabályt is megszegett egyszerre, az, hogy nem csak ittas állapotban vezette a járművet, hanem kábítószer hatása alatt is állt, illetve egyéb bűncselekményeket is megvalósított. A szekszárdi törvényszék a 35 éves férfit bűnösnek találta, felelnie kell halált okozó ittas járművezetés, kábítószer birtoklás és egyéb vagyon elleni bűncselekményekben is. A kiszabott 5 év 8 hónap szabadságvesztést súlyosított, így a szabadságvesztés 6 év 8 hónap börtönbüntetés lett, 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és a jogosítványát 10 évre a bíróság bevonta. Az ítélet jogerős, így a vádlott megkezdte a büntetés letöltését.